Jó estét kívánok! Szintén a mérleg havában. Valamennyire a mérlegről is lesz szó, de a materiális vonatkozása és vonatkoztatása a mérlegről szóló, mérleg által megtestesített ős erőtérről szóló előadásomnak a kiinduló és a végső pontja sajnos az, ami most a párommal történik a Békés Csabai kórházban. Tehát kicsit még említsük fel, hogy a mérleg a Vénusz urana alatt van, és a zódiákusban a hetedik pozíciót foglalja el, hetedik ő a sorrendiségben. A sorrendiség szerint, és ezért a hetes ház, a hetedik gyakorlati erőtér, amin keresztül a megváltást el lehet érni, mert erről szól az asztrológia, a sorselemzés, a horoszkóp szerint, tehát, hogy a házak, ez egy csodálatos vívmány az európai asztrológiának, hogy a házakkal nem jósolni kell tulajdonképpen, hanem bár azt is lehet, és aki bűnözni akar, azt csinálja, tudatosan vagy tudattalanul, illetve tudatlanul. A lényeg itt az, hogy a hetes ház az élettársi viszonyok, a házastársi viszonyok, szerelmi viszonyok, és más olyan férfi-nő közötti kapcsolati viszonyoknak az életköre, amely arra hivatott azt szolgálni, tehát, hogyha azt helyesen is jól csináljuk, hogy a megváltásunkat elérjük, micsoda, hát az élettársi viszonyokban a harmonizációt, hogyha létre tudjuk hozni két ember között, vagyis a társunk között. Mi vagyunk az egyik ember, a társunk a másik ember. Na most, ebben természetesen nagy úgymond érdemeket szerzett magának a feminizmus, aki kivívta azt, hogy végül is tehát egyenlő félként tekintünk ma nőkre. Ez azt hiszem már az én generációmnak a tagjaiban meg se fordulna a fejébe, hogy másképp lehetne, és az utánunk jövő generációknál ez egyre inkább így van. Sőt, most már inkább azzal találkoztam asztrológusként, hogy egyes nők úgy nőnek fel, így az én feleségem is például az életének egy bizonyos időszakában az volt a képzete és a benyomása, hogy a férfiak alacsonyabb rendűek, velünk baj van. Biztos, hogy valami feminista cikket is olvashatott itt-ott, de nem gondolta, hogy az éppen feminizmus, mert az, hogy egyáltalán feminizmus ez a fogalom számára is, úgy gondolom én, lehet, hogy nincs igazam, de akkor körvonalazódott, és akkor lett erőteljes és határozott, amikor Gellei Éváék ránk támadtak, tekebb legalábbis akkor. Lehet, hogy ő már előzetesen hamarabb komolyabb ismeretei voltak a feminizmusról. Tehát sajnos túllőtték a célt, és túlugrottak a tevén vagy a lovon, és a ló túl oldalára kerültek, és most már szamárságokért harcoltak, de az elején az jó volt, amit csináltak. Metafizikailag nem tudom, hogy jó volt-e, lehet, hogy nem volt jó sok férfi számára, de metafizikailag így igaz, és pedig micsoda az, hogy mindig egyetlen egy ellentétes személy az, akivel ebben a megváltásnak a szakrális műveletében, úgymond, életműveletében részt tudunk venni, tehát nem igaz az, hogy több nejűség az megváltáshoz vezetne. Tehát itt valahol nagy tévedésben vannak az arabok, akiknél még mindig meg van engedve, hogy négy feleségük legyen. Tehát nem lehet, tehát a másik, tehát egyszerre egy emberbe tudok tükröződni, egyfajta spirituális struktúrában,
jól vagy rosszul, haragszom rá, nem haragszom rá, elfogadom, amit mond, nem mond, de nem fogadom el, hülyeséget beszél, nem beszél, nagyon okosan beszél, akkor én kell megfejtsem, hogy tényleg hülyeség vagy nem hülyeség, amit mond, stb. De ez egy ilyen dinamikus párbeszéd, ahogy a misztikusok mondanák, hogy energiacsere, energia áramlat, energia, mit tudom én, feedbackelés. De ez nem csak energiáról van szó, hanem magas öntudatról, magas rendű öntudatról. Tehát az öntudatom, mint szinguláris lény, csak is párban, párkapcsolaton keresztül váltódhat meg, juthat olyan magas szintekre, hogy a megváltást elérje. Ezért, hát itt nekem kicsit zavar lesz, hogy a szomszédnak a kutyusa, tehát zavarja az, hogy én itt beszélek. Az én hangomat ugatja tehát, még nincs hozzászokva, nem szokta meg. Még nem vagyunk olyan jó barátságban. Egyébként szeretem nagyon a kutyusokat. Én kutyák mellett, mert mindig volt a családban nálunk kutya, meg macska is. Na, a lényeg tehát az, hogy és az a gyermekeimet is az állatszeretetre és a természetszeretetre neveltem. Ezon keresztül jobban elérhető az Isten szeretet. Mind fantazmagóriákkal. Az igaz Isten szeretjük majd mi együtt és külön-külön. Ők is, remélem, hogy én is. Tehát mi történik? Nagyon-nagyon fontos, hogy a nő az igazi öntudatára, személyiségtudatára nem, hogy ráébredjen, hanem azt gyakorolja, ezt a funkcióját betöltse, csak is ezáltal teljesítheti be a saját rendeltetését, és csak is ezáltal tudja a férfit is, úgymond, ahhoz az információs bőséghez hozzájuttatni, amit egy női lélek jelent, egy női szellemiség. Tehát az a férfi, aki ezt nem érti meg, és nem tudja magáévá tenni ennek a pozitív oldalát, és aki nem tudja olyan értelemben magáévá tenni, hogy ő is rendelkezzen amennyire csak tud, tehát amennyiben pozitív értelemben férfivá vált. Itt azért tapodok, mert lejt a talaj, amin állok, és egy kicsit, mikor az egyik lábamat, mikor a másikat fárasztja ki, hogyha jobb lábon állok, akkor a bal lábam lóg a levegőbe, hogyha a bal lábamon állok, a jobb lábam igen fent van, de azzal nincs baj, csak azzal, hogy akkor a bal lábam nyomódik meg és fárad ki, hogy elnézést kérek érte, nem, semmiféle viszketegségem nincs, és semmiféle türelmetlenségben, meg mit tudom én, ilyen dinamikus kényszerben nem szenvedek, vagy dinamikus mozgás, vagy mozgáskényszerben, nyüzsgés, nem vagyok egy nyüzsgő fajta. A lényeg tehát az, hogy a Krisztusi öntudat, a Krisztusi egyetemes léttudat és felelősségtudat az a nő által is pont úgy elérhető, mint a férfi által. Tehát nem kizárólag férfiak számára hirdette meg Jézus tulajdonképpen azt a felszabadító tudásrendszert, amit azelőtt minden spirituális beavatási rendszer tudott és gyakorolt, csak azt titkos tanításként, titkos tanokként adták át egymásnak a beavató mesterek, a mit tudom én, spirituális megvilágosultak. Jézus fogta magát, és ezt pofátlanul kihirdette. Micsodát is az, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. De nem ő maga egyedül, és a többi nem, hanem úgy, hogy az én tudaton keresztül mindenki ezt elérheti. Itt a nagy csalás a kereszténységben. Az én tudat nagyon-nagyon fontos. És mindenkinek a maga funkciója szerint én tudata fontos, és utána aztán jön az, hogy a másik nemtől át veszük a pozitív tulajdonságokat. Ez az androgynosz. Erről beszélnek a misztikusok. És ez az unió misztikán, ez a visszacsatolódásnak az útja, visszakapcsolódásnak az isteni, bevaló visszaolvadásnak az útja. Tessék a megistenülésnek, nincsen baj, ez nem cezárománia, nem hülyeség, nem őrület, hanem annál szerényebbnek kell lenni. És annál, hogy mondjam, nyugodtabbnak, és annál bátrabbnak. És
és tisztábbnak, és világosabbnak, és persze büntelenebbnek, hogyha lehet, amennyire lehet, amennyire hagyja a karmánk, amennyire hagyja a környezetünk. Tehát még egyszer mondom, a nőnek nagyon-nagyon fontos, hogy megélhesse szabadon és tisztán és egészségesen az ő teremtői funkcióját. Mindenki azt mondja, és az a képzete mindenkinek a európai kultúránkból eredően, hogy a férfi az, aki kreál, aki teremt. De a férfi, kérem szépen, azért, mint teremt és kreál, hogy írja Hamvas Béla, tehát hatalmas katedrálisok sokat épít, fest, zenél, költészetben, mit tudom én, milyen csúcsokat ér el, de most már a nők is, de katedrálisokat most már nem fognak neki építeni. Hát a technika segítségével és a tudomány segítségével a nők is mindazt gyakorolhatják, amit a férfiak korában. Még művészek is lehetnek. Várjuk a női Michelangelo-t, ugye. Erről az jut eszembe, hogy Etelkám nagyon, nagyon tehetséges szobrásznak indult, kis drágas, aztán útközben átment biológiára. Reméljük, hogy pont olyan jól fogja érezni magát biológusként is, mint hogyha esetleg szobrászként érte volna le az életét. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ő szabadon válasszon, és ő tudatosan azt tegye, amit úgy gondolja, hogy az szerinte a legjobb neki, és ezzel tudva is így van, és így tovább. Én asztrológusként tanácsokkal elláthatom, és el is látom. A veszélyekre is rámutatok, hogyha netalán olyasmivel szeretnének foglalkozni, de egyikük sem egyelőre, aminek nagy buktatói vannak. Például, hogyha el akarna menni valamelyik papnőnek, akkor lehet, hogy nagyon ki kellene oktassam, hogy ott mi várja, és hogy azt oda nagyon fel kell kösse a gatyáját az, aki tisztességesen azt végig kell csinálnia, végig akarja csinálni, mert sajnos rengeteg a hazugság a vallásban, bármelyikben. Egyelőre. Tehát metafizikára oktatom, és az asztrológia a metafizikának a matematikája, és ezen az alapon folytassuk tovább az eszme áramoltatást. Tehát a furcsa az, hogy ez most ellentétbe került a nőknek ezzel a természetes vágyával, mert felébred bennük a vágy, kérem szépen. Egy idő után nagyon is eszükbe jutott, hogy a mai nőknek ez az igénye feltámad, hogy ők teremtsenek, ők szüljék meg a gyermekeiket, és ne a doktor urak vágják ki belőlük, és vegyék ki belőlük erőszakkal. És idejekorán. Apropó, még egyszer, többször leírtam, de még egyszer elmondom, hogy a babák megvárják a maguk születési időpontját. Nem véletlenül van asztrológia. És nem véletlenül a születési időpont az a kor, kapjuk meg azt a sorsképletet, ami az illető személynek a spirituális struktúrájával összhangban van és talál, reáltalál. És akkor a doktor urak minden áron ki akarják szedni idekorán a gyermekeket, mert úgy biztonságos. A nők valamitől nem azért, mert ők szeretik az asztrológiát, hogy az asztrológia bolondjai lettek, hanem teljesen másokból, egy belső kényszerből kifolyólag, belső öntudatosodásból kifolyólag ők szeretnének tehát szülni, és én azt mondom, hogy teremteni. És ez a kettő, ez a két igény, ez, tehát a nőknek ez az igénye, és ez a magyar szerencsétlenségnek és katasztrófának nevezhető valami, aminek folytán én nem is tudom, hogy orvosok-e azok, akik a társadalmi biztosítók csúcsvezetésénél, vagy hol a fenébe, megszabják azt, kérem szépen, hogy a szülész nőgyógyászok, a szülészek főképpen, ugye abból keressenek több pénzt, mert van egy ilyen szerintem beteges elképzelés, hogy az orvosok valamitől többet kellene keresenek, mint a mérnökök, és mind a tanárok. Nem tudom, hogy miért. Itt mindenki azt mondja, hogy ez egy katasztrofális helyzet a szerencsétlen orvosoknak, hogy ők kevesebb fizetést kapnak, mint a... De hogy kevesebbet? Nem kapnak többet. Nem kapnak több fizetést, mint a tanárnok, mérnökök, mit tudom én, más diplomás emberek.
informatikusok és így tovább, tanárok, de mi a francos kapcáért kellene nekik többet kapni, több fizetést, nem értem. Hogy nagy a felelősségük? Kérem szépen, jelenleg Magyarországon úgy tudom, tehát én egy jogász kérdeztem meg, hogy nem tud arról, hogy egyetlen egy orvos is orvosi műhibáért börtönben ülne. Annak ellenére, hogy például minket állandóan azzal is traktáltak, hogy azért ilyen követelőzőek, és azért ilyen, én szerintem kegyetlenek, hogy minden áron azt a véremlőt átömlesztést be akarták adni Jolának, és az elején szó, nem is akartak hallani arról, hogy ikerekkel ne császármetszés legyen. Mert azt nem lehet mondani, hogy császármetszéssel szülni, mert úgy nem szülnek, az nem szülés, talán császármetszés. Az a babáknak az erőszakos kivétele van, egyes esetekben, amikor indokolt, de ekkora méretben, mint Magyarországon, abszolút nem indokolt. Hát majdnem mindenkit már, majdnem mindenkit megcsászárolnak, kérem, ha kell, ha nem. És ezt tudjuk, hogy miért, tehát az előbb elkezdtem mondani, hogy van egy, került egy becsületes kórházigazgató, aki leírta, meg szerte az interneten keringtessék megnézni, elolvasni, én közöltem a Facebook oldalamon, és lehet, hogy be fogom tenni ez alá a videó alá is, de nem lehet, mert akkor a helyet nem ad a komment felület. Tehát, hogy elmondta, hogy manapság, mivel hogy mindenki egyetért abba, hogy valamitől ez így nem igazságos, és nincs rendben, hogy az orvosok akkora fizetést kapnak, mint a mérnökök és a, mondom, a többi diplomás. Átlagban, nagy átlagban persze, mert van akinek több, kevesebb, mint ahogy az informatikusoknál, mérnököknél, egyéb diplomásoknál. Most a jogászoknál megint más a helyzet, mert ott az ügyvédek halomra keresik magukat, mert annyira buták az emberek, hogy azt hiszik, hogy az igazságot az ügyvédek fogják nekik kikaparni, közben erről szó nincsen. Az ügyvédnek van egy csomó ügye, és abból valami bejön, és van, ami nem, úgyis megkeresik őt, úgyis felkérik, és él. Ki jobban közülük, megint ki kevésbé jobban, és van, aki rettetesen jobban. Aki ügyesebb, esetleg több pert nyer, vagy mit tudom én, mitől, bizonyára ettől keresettebb lesz, és ő is sokkal több pénzt fog keresni, mint a többi. De ez nem az átlag. Nem az átlag ügyvédek, és nem is a... És ráadásul a jogászok közül a bírók és az ügyészek már messze nem keresnek annyit, mint az ügyvédek. Tehát őket is ide lehet sorolni, hogy egy orvost idegesíti, hogy kevesebbet keres jóval, mint egy ügyvéd, azt megértem. De mondom, ott valami nagy tévedés van az emberek részéről, de az orvosoknál is van egy nagy tévedés. Tehát ahogy az emberek azt képzelik, hogy az ügyvédek nekik kikaparják az igazságot, hát vesztett perek is vannak, uraim és hölgyeim. Na ugyanúgy, és főleg a nőgyógyász szakmában azt hiszik az emberek, hogy a élethalál urai az orvosok, és hogy azok mentik meg őket, és nem is mentik meg, de mivel, hogy a férfiak nagyon gyávák, és egyre férfiatlanabbak ebbe a társadalomba, rájuk hagyja feleségét. Inkább fizet keményen, bármilyen orvosnak, csak ő neked foglalkozzon ezzel, mert bonyolult, ezért nem is ért hozzá. Az orvosok ezt hirdetik is, hogy ahhoz, amihez ők értenek, senki más nem ért. Ezt hangoztatták is, nekünk is, amikor Villát befektettem, és többször is megkérdezték, hogy orvos, vagy én orvos vagyok-e, vagy én mit tudok, és ő mit tud, és mit nem tud, és mit tudhatunk. Na most a lényeg az, hogy én például azt tudom, hogy és Viola is nagyon jól tudja, hogy a várandóság az nem betegség, sőt a régiek nem véletlenül, és nem is teher. Tehát ez a teher, tehát hogy mondjam, a várandóságnak és az áldott állapotnak a teherként való megjelölésével kezdődött ez a szerencsétlenség és ez a nyomorúság, amiben ma a mai magyar társadalom benne van, magyarországi. Azt nem tudom, hogy a francia vagy német társadalom mennyiben van benne ebbe, de azt tudom, hogy ekkora nagy
hogy mondjam. Szóval ekkora nagy mészárszék például nincs a román nőgyógyászatokon, legalábbis a székelyföldi nőgyógyászatokon. Nincs ekkora nagy rettenet, nagy rettegés, nagy kétségbeesés, nagy hódolás, nagy, és pénzbehordás, pénzbetalicskázás, mind amit itt leír ez a kórházigazgató is, hogy de most már ezt a szerintük kevés fizetés, mint amit kapnak az orvosok, ami mondom, még egyszer nem tudom, hogy mi a francos karikától kellene, ő több legyen, mint egy mérnöké, aki, hogyha azt a bizonyos gerendát nem jól vasazzák be, és nem jó helyen teszik fel, ugye, és nem jól fektetik le, akkor bizony börtönnel ezért fizet. És mérnökök vannak szakma hibáért és mulasztásért börtönbe, miközben a jogász, akivel ma beszéltem, azt ugyanazt igazolta, mint amiről én is tudtam már régóta, hogy nagyon-nagyon összezárnak az orvosok, és nem hagyják, hogy a társukat börtönbe zárják, tehát igazolják azt, hogy neki mindent jól csinált, a beteg volt a hibás, a jóisten volt a hibás, de főleg a véletlen, ez a második jóisten a véletlen, az volt a hibás, ők nem tettek róla, ez így sikerült, így jött össze, stb. Mondom, miközben állandóan azzal érveltek, hogy azért kell azt a sok mindent aláírja a Viola, amivel, és ide akartam kiukadni végül is, hogy pszichikailag majdhogy nem tönkretették. Ez alatt egy hét alatt, mert pont egy hete, hogy bevittem, én bevittem egy szép, egészséges nőt, kérem szépen, és ez alatt az 5 nap alatt, persze azt tudják mondani, biztos, hogy azt mondanák erre, hogy igen, mert hogy nem csinálta meg a vércserét, stb., nem igaz. Addig hajszolták, addig csesztették, hogy nem mondjam B-betűvel is azt, hogy mit csináltak, mit műveltek, amíg szegény kifáradt. És persze, hogy termelte ilyenkor a mérgeket saját magába, a sok igazságtalanságot és hazugságot észlelvén, csak egy kicsi, hogy miért beszélek hazugságról. Most odaadták végül is a papírjait, és a bevételezési, vagy hogy mondjam, befektetési korlapon az áll, hogy pszichésen egy kicsit labilis, mert és szomorkás, vagy mit tudom én, éppen hogy depressziós nem írtak, mert hogy félti a magzatait. Ez nem igaz, akkor hazugság, hogy nem igaz. Nem féltette a magzatait, ő tudta, hogy a magzatai jó egészségesek, érezte saját magába, és egészséges volt. Nem, ők mind addig bombázták ezzel a képzettel, hogy a magzatai el fognak halni, és akkor ők börtönbe fogják zárni, amíg persze, hogy most már nem beszél olyan hangosan, olyan jó erélyesen, olyan jó kedéllyel, mint ahogy akkor, amikor befektették. Hát ez már a vasárnapi felvételen is látszott. Jó, tehát most ezt be fogom fejezni, mert itt kezd sötétedni. Nem tudom, hogy önök látják-e a képemet, de én már alig, úgyhogy bent fogom folytatni. De nem kapcsolom ki közben, mert akkor nehéz újraindítani, és nem akarok két filmet készíteni. Úgyhogy közben itt még most összefünk. Ott vannak a kerékpárok, amivel a gyermekeink járnak, és az enyém is, meg a Violáé is, amivel járt végig mindaddig, amíg befeküdt. Itt van a hinták, amiben most nincs éppen. És nem tudom, hogy előről, tehát így elé-felé néz ki az udvarunk. És mi bemegyünk az előszobába, az előtérbe. Medárdának valami dolga akadt, és a gyermekek még tanulnak. Egyébként a nagyon érdekes, mert a lányok mind csak jó jegyeket hoznak az iskolából. Tehát nagyon örvendetes, nagyon örvendek és büszke vagyok, mint szülő. És egyébként is minden szép és jó itt a Jómaendrődön. És boldogok lennénk, hogy átköltöztünk Magyarországra,
ha nem lenne ez, ezt megkérdezik többen is, hogy érezzük itt magunkat. Megmondom, mindenkinek csak azt tudom mondani, kitűnően, és kitűnően érzem egyébként. Szinte ez az értelmiségi hölgy, akivel ma beszéltem, és mikor mondtam, hogy mennyire jó itt tenni, hogy érezzük magunkat, mert én legalábbis nekem pont olyan a benyomásom, ugye, hogy ez pont olyan város, mint Csíkszereda a megyésítés előtt, mert mikor kivívták a csíkszeredaiak maguknak azt, hogy vegye székhelyet oda tegyék, az előtt Maros Magyar Autonóm Tartomány volt, ugye, ahhoz ilyen közigazgatási, tehát tartományos közigazgatási rendszer volt, tartományokban voltak a rajonok, nem tudom most miért gondolják, hogyha a régiókat csinálnak, megint jobb lesz. Tehát nekünk a megyésítés az egyesek számára jó volt, de főként a regáti románok számára, mert rengeteget beköltöztettek oda. De nem csak őket, hanem rengeteg széke is jött, meg mit tudom én, más nagyvárosokból, Kolozsvár, Marosvásárhely, jöttek oda lakni, élni, de mondom főleg a környékbeli falvakból, de Székelyudvarhelyről, de Gyergyóról sokan, úgymond, ahogy szokták mondani, beköltöztek Csíkszeredába. Tehát aztán nagyon-nagyon kezdett duzzadni Csíkszereda, és attól kezdve egy kellemetlen számomra legalábbis egy nagyon zsúfolt, nagyon ideges emberekkel teli város lett. Nagyon zsúfolt a közlekedése neki, ráadásul az ottani polgármester nem tudom miért egy ilyen labirintust épített ki a városból, vagy az a csapatával labirintust építettek ki, hogy na, mindegy, erről már volt szó, ez most nem arról szól. Tehát jól éreznénk magunkat, hogyha ez a problémánk itt ne lenne. És én, aki biztos voltam, hogy egészségesen is jól fog szülni Viola, most kicsit kezdtem szorongani. És hogyha ez tehát hogyha valami baja lesz, vagy a magzatoknak, akkor nem azért lesz, mert az urak nem tudtak intézkedni kellő időben, pedig ezt fogják játszani, és ezt játszodják, hanem annak, hogy valóságos ostrom alá vették, és nap mint nap, kérem szépen, legalább 5 napon keresztül. Úgyhogy, de 4 napon keresztül mindenképpen. Most remélem, hogy sikerül kipihennie magát, és kitisztítania magából azokat a mérgeket, amiket itt önkéntelenül és akaratlanul is gyártott. Mert nem véletlenül mondja a magyar nyelv, hogy nem érgelődj, ugye? Csak ezt könnyű mondani és tanácsolni, és nehéz betartani, mikor az embert reggeltől estig, ha nem is. De minden nap jönnek egy-egy új ötlettel, hogy még milyen papírt írjon, vagy írja alá, hogy a másik papírt miért nem írja alá. Vagy nyilatkozzon arról, hogy a másikat, és minden nap. Tehát, de hagyjuk ezt, a lényeg az, hogy egyáltalán nem ez lenne a hivatásuk az orvosoknak mellé kellene állnia a szülőnőnek, és éppen, hogy óvnia kellene az ilyenektől, az ilyen benyomástól, ki kellene rúgni, és ki kellene lódítani a férjeket, vagy a szeretőket, akik őket zaklatják esetleg, és ne talál. Nem, hogy még ők legyenek azok, akik zaklatják és fenyegetik, és sötét képzetekkel tömik a tudattalanyukat. Ami nagyon érzékeny, nagyon képlékeny, és nagyon erősen mágikus. És a betegségeket és a mindent leképes legyártani az emberi képzelet, de főleg a nők képzelete, de főleg az anyák képzelete. Az a legerősebb teremtő erő. Nekik van a legerősebb mágikus erejük, nem a nagy misztikus csodabogár kozmetikusoknak. Vagy mit tudom én, milyen nagy mágusoknak. Tehát a lényeg itt az, hogy került egy nagy ellentmondás, létrejött egy nagy ellentmondás, aközött, hogy a nőknek milyen jogos és hogy mondjam, spirituális értelemben is helyes igényük támadt arra, hogy önmaguk szüljék meg a gyermekeiket, meg kiderült, hogy a császármetszés után bátortalanok a babák, gyengébb az immunrendszerük, a nőknek elmegy az életkedve,
Tehát figyelj meg, nem csak az a baj, hogy ott van az a vágás, és az nem esztétikus, mert most már azzal jönnek, jaj, milyen esztétikusan meg tudják csinálni, mert a bőrt egy kicsit elmetszik vízszintesen, és akkor a hasfalat, ami honnan kiveszik a babákat, ugye azt egyenesen, de az nem látszik, mert a bőr eltakarja a sebet, ahol kiveszik a kisbabákat. Nem erről van szó, uraim és hölgyeim, és főleg doktor urak is, szülész, nőgyógyász hölgyek, hanem arról van szó, hogy nem véletlenül esnek depresszióba a nők, miután kiveszik belőlük idekorán a magzatukat. Nem hiába kell pszichológusokat alkalmazni, vagy vinni a kórházakba. Nem tudom, hogy itt van-e pszichológusa. Úgy látszik, hogy olyan jól dolgoznak, hogy nincs, nem szükséges. De számtalan helyen lehet azt olvasni, és nem véletlenül depresszióba esnek, miután császárral szülnek a nők, illetve császárral kiveszik belőlük a magzatokat, és nem tudnak szülni, vagy nem hagyják őket, hogy szüljenek. Tehát rengeteg mindentől fosztódnak meg, és rengeteg hosszú távú következménye lesz, és negatív következménye annak, hogyha császárral szülnek. Mondom, nem arról beszélek azokról az esetekről, szélsőséges esetekről, amikor tényleg és ténylegesen meg kell menteni egy anyát, a gyermekeit, vagy gyermekét, de olvastunk már rengeteg történetest, és tudunk arról, hogy mit tudom én, hétvégén sitábulba vagy sízni ment a doktor úr, és akkor ezért előre hozták a szülést, illetve kivágták a gyermekeket már pénteken. Mindenki legyen nyugodt, az anyuka is, hogy nem kell közben a doktor úr nélkül szülnie, ott valaki más doktorral, mindenki ezt hozzászokott, stb. De főképp az orvosok oldják ezt így meg, hogy idekorán császárral kiveszik a gyermekeket, és akkor ő is nyugodtan lehet vízisízni, vagy fel a magas tátrába, vagy mit tudom én, Ausztriába innen oda szokás menni, vagy Balatonra, vagy épp a horvát tengerpartra, és így tovább. Vagy szabadságra kell menni, és akkor, na most nagyon ragaszkodnak egymáshoz, a doktor úr, a szülőanya, és akkor így. De úgy is van, hogy így könnyebb, mert nincs kockázat, és akkor megint csak kivágják. És akkor miért? Tehát ott van az Úristen benne a nőbe, ott van az ő tudattalanjában, hiába, hogy nem tud róla. Ott van a felettes énje, kérem szépen, és az azt mondja, hogy ezt az élményt kihagytad, pedig meg kellett volna éljed. Mert ez neked a rendeltetésed. Ezáltal tudsz megváltódni. Ezáltal tudnál kiegyenlítődni. A régi játszmákról nem is beszélve, mert úgy látszik, hogy most a császármetszés váltotta fel azt, amit régebben műveltek, tehát, hogy gátmetszés. Ha kell, hanem gátmetszés. Az én volt feleségem félig meddig, hát akkor még nagyon fiatal volt, 19 éves, 20 éves volt pont, amikor megszülte Medárdát, de már úgy készült fel, hogy ő nem kórházba nem megy, orvosokhoz nem megy, azért, mert félt a gátmetszéstől. Rengeteg ilyen, mit tudom én, rokonságban volt ilyen, aki hosszú évekig még fájt neki, ottan a lábak között, ahogy szokták mondani, és nem tudott szeretkezni, és a férje elhagyta, és így tovább. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy most milyen szép és milyen ügyesek vagyunk, hogy most már vannak azért ilyen inkubátorok, az idekorán kiszedett kisbabákat, mert tudjuk itt, azt mondta a főorvos, aki felvette Villát, hogy a babákat majd átküldik Gyulára, hogyha szükséges lesz. Arról nem volt, hogy őt is küldik utána, vagy vele együtt, azt még meg se beszéltem senkivel, mert haza kellett jöjjek, és nem volt időm. Az én szememre is sok mindent lehet hányni, hogy miért nem csinálom ezt, azt miért nem viszem el. De senki nem gondol abba bele, hogy itt négy gyermek iskolába kell, hogy járjon, abból azt nem lehet csak úgy kivenni az iskolából, és így tovább. És akkor azt viszem őket magammal Budapestre, vagy hova, Margit kórházba, vagy miket ajánlottak, Szent Imre kórházba, meg Robert kórházba. Nem úgy van, és a Robert kórházban ráadásul keményen fizetni kell,
és nem is tudom, hogy napjára van az úgy, vagy hogy két héttel korábban nem lehet oda vinni, hogy három hét. Úgy se lehet tudni, mikor születnek meg. A konstellációkat megvárják. Tetszik érteni? Vagy akarnak megszületni. Tehát itt ez a lényeg, és ennek a nyomára kellene bukkanni, és itt ide kellene valahogy politikai akaraterő, és valahogy eljusson a kormányzásig, a jelenlegi kormányzásig, hogy hiába nyomják bele a sok pénzt a családnövesztésbe, mert ez, hogy mondjam, ez egy olyan, mint egy feneketlen zsák. Belenyomják a pénzt, akik csak ugyan szültek gyermekeket, vagy nemzettek, és otthon fogadták a gyermekeket, vagy hogy mondjam, az édesapák, és így tovább. Jó, felveszik a pénzt, boldogok, de még olyan statisztikákat láttam, és mindenki, akivel beszélek, azt mondja, hogy ettől még alig, de alig egy picurkát, hogy nőtt a nes, és már 6 éve azért, hogy próbálja a Fidesz ezt és a KDNP, hogy megnövelni a lakosság számarányát, illetve a magyarországi születések számát, és nem lehet. És miért? Azért, mert kérem szépen egy ilyen ellentétes érdek keletkezett, tehát a nőknek az egészséges és zavarmentes és beavatkozásmentes szülési, teremtési vágya, és az orvosoknak a gazdasági érdekei között. Hogy itt most már abban a cikkben például itt alul egy kicsi hörcsög van, egy ilyen gömbbe betéve, és ott ügyesen járkál vele mindenfelé, bejött itt az én lábaim közé is. Na, ez mondta el a figyelmet, bocsánatot kérek. Tehát... Nagyon megtetszette, mert mind ide forgatja vissza, ide, a gömbjét ide irányítja. Hoppá. Na, tehát a lényeg itt az, hogy ez nem szabad, hogy nagy meg, ez kriminális, kérem szépen, ez borzasztó. Ez rettenetes embereket csinál az orvosokból. Nekivadulnak, nekifajulnak, hogy lehet mondani, elvakultan cselekednek, csak hogy az a kicsi pénz még pluszba bejöjjön, mert állítólag erkölcsi alapjuk is van rá, mint az egész társadalom őket igazolja, és bólogat, hogy bizony tényleg nekik nagyobb fizetésük kellene, hogy legyen, és akkor nem elég a hálapénz, ugye, mert azt is adnak keményen, a mamák, de főleg a férjeik, hogy, tehát a szülőanyák, hogy a doktor úr helyesen csinálja meg, és pont úgy megcsinálja, mert attól még neki... Nem baj, hogyha jön a hálapénz, de azért felveszi azért is, hogy császár volt, és akkor több jön a konyhára, vagy a zsebbe, akkor el lehet menni már azért minimum a horvát tengerpartra, vagy egészen el a Kanári-szigetekig, vagy a Húsvét-szigetekig, hogy hol vannak a jó nyaralóhelyek, nem tudom, mert nekem a legjobb nyaralóhely, hogyha én abban reménykedek, hogy jövő nyarat itten nyugalomban tölthetjük. Sok gépzajtól mentesítve, bár itt is van, mert itt is járnak a mezőgazdasági gépek, de mégsem annyi, mint a csíkszeredai lakásunk, amelyik a Kossuth-Lajos utcán volt rajta, és az meg a legforgalmasabb utca. És tömött, nagyon furcsa, hogy egy olyan kisvárosban például dugók szoktak lenni délkörmös és kora délután. Na, tehát mi lesz ebből? Tehát egyrészt az orvosok is nagyon-nagyon szerencsétlen helyzetből mondom, hogy nem tudom, hogy kik, milyen okosok és milyen hülyék állapították meg azt, hogy a nőgyógyászok úgy kaphatnak még plusz, úgy juthatnak még plusz pénzekhez, vagy prémium, vagy nem tudom, miknek nevezik ezt, vagy plusz elosztást, hogy minél... nehezebb műtéteket végeznek, és akkor aztán ők tényleg vigyáznak is arra, hogy legyenek nehézek ezek a műtétek, és tényleg vigyáznak arra, biztos azért tudnak annyi pszichológiát, hogyha jól meggyötrik a kismamákat, akkor azok majd szövődmények sem fognak szülni. Tehát egyszerűen leviszik a sátáni színvonalra,
az orvosoknak az erkölcsét azáltal, hogy erre kényszerítik, hogy így szedjék be a plusz pénzt, mondom, a luxus élethez és a boldog élethez és így tovább, hogy a szuperpiákhoz, amiket isznak, nem tudom. Tény az, hogy minden innen csak érkeznek a visszajelzések, és az interneten, amit találok ebbe a témába, ez, hogy mondjam, nem hogy síralmas, de felháborító, de dühítő. Na most a nagy kérdésem az, hogy a doktor urak miért a úgynevezett pácienseiken, akik nem kellene, hogy pacienseik legyenek, még egyszer mondom, mert nem betegek, az szülőanyák, a teremtőnők, miért azokon hajtják be, tehát ahelyett, hogy fellázadtak volna, és felháborodtak volna, és kimentek volna tüntetni, stb., és ordítottak volna, és petíciókat írtak volna, hogy milyen marhaság ez, hogy őket úgy számolják el, és úgy jutatják plusz pénzekhez, hogy minél nehezebb, és minél durvább, és hogy mondjam, veszélyesebb műtéteket végeznek. Úgyhogy ezt már észre is vették a társadalom biztosítók, és most már korlátozzák, tehát minden kórháznak megvan a kapacitása szerint, hogy csak egy bizonyos mennyiségű pénzösszeget kapnak erre, tehát a különleges beavatkozásokra. Tehát megvan most már egy kóta szabva, ugye, mint az Európai Unióban a migránsoknak, csak ott nem korlátozva van, hanem hogy minél többet rá tud málni valakire, ugye migránst. Ugyanúgy aztán az orvosok is most tugmálják rá a kismamákra a fölösleges beavatkozásokat, a vérátömlesztéseket és mindenféléket, ott szteroiddal kezdel és doskezeléseket is, így tovább és így tovább, csak hogy legyen az, hogy nem ülnek ott potyára, ugye? Mert most már nem is gondolkozik azon senki, most már úzus lett, hogy a ikrek kész akkor veszélyeztetett, új volt violans, egyből azt írták, hogy veszélyeztetett, kezi csókolom, nem otthon Romániában, itt Magyarországon, hogy az első nőgye, szőlész meglátta, itt szúnyogok, után kapkodok, nehogy azért megnézzenek. Na, sajnos a kamera előtt is elejár egy-kettő. Bocsánat, az ajtót be kell csukni. Persze. Jó. Tehát ezt a nagy problémát, ez már nem az mi problémánk, a mi problémánk az, és mindenki, aki ismerős és nem ismerős, mindenki azt mondja, hogy hagyjuk abba, és Virulát való vigyem el, ahol csendbe lehet, nyugalomba lehet, de hova vigyem, s hogy, s miből, milyen pénzből, s mikor, és mit csinálok az ezekkel a gyermekekkel, akik itthon vannak. Hát még az igazság az, hogy még Medárdát sem merem, pedig ez sokkal nyugalmasabb város és biztonságosabb, mint Csíkszereda, de az, hogy hosszú távon egyedül hagyni itthon a kisbabájával, az sem lehet. Nem, hogy a 8 éves időt. És hova hordozzam magammal? És ha sikerül, vagy nem sikerül? És akkor, hogyha ott van a nagy hasával Viola, akkor könyörgünk minden kórháznál, hogy már vegyék be, legyenek szívesek. Vagy. Hát miért nem lehet az, hogy a doktor urak végre már észbe kapjanak, hogy ettől úgysem kap pénzt, hála pénzből nem biztos, hogy nem fognak kapni, mert nincs ahonnan egyébként. És hagyják már őt szépen, nyugodtan, magában helyre jönni, abból, amit ők beidéztek, kriminálisan. És egyébként is az egész országban tényleg már ideje lenne, hogy másképp álljanak hozzá, de hát azt mondják szegény orvosok, hogy rá vannak kényszerítve, mert nem kapnak több pénzt. Hát tessék tényleg akkor megemelni valamennyire a fizetésüket, és a meggyógyított betegek, az kellene, hogy kvóta legyen, az kellene nekik, hogy mérce legyen, ugye, a megbetegek, hogy mondjam, a meggyógyított emberek száma, de hát a mamáknál, kismamáknál nincs szó gyógyításról, ugye. Itt csak sikeres vagy sikertelen szűrésről van lehet szó, de higgyék el, doktor urak, egy kicsit tessék körülnézni már, és olvassanak önök kis könyveket, és ne legyenek úgy oda a tudásukkal,
hogy máshol születtek gyermekek, és születnek otthon gyermekek, és egészségesen, és így tovább mindenféle belső erőszakos beavatkozás nélkül. Hogy ez az ők az önök financiális problémáját nem oldja meg, de legalább a lelkiismeretüket tisztán tartja, hogy ők, önök tényleg a hipokráteszi eskü szellemében neki fognak megint gyógyítók lenni, és asszisztálnak, illetve segítenek, ellátják pozitív tanácsokkal a kismamákat, az ijesztegetések és a sötét képeknek a falra festése helyett, és főleg nem mind jöjjenek ezzel, hogy mert hogyha nem önököt börtönbe zárják, mert eddig még nem zárt önököt börtönbe senki. Önöknek rengeteg pénze van, önök meg tudják fizetni a jó ügyvédeket, és így tovább, akik kimentik önöket a bajból. Tehát emiatt nem kell ezt a sok bűnt és sok vétket, és ezt a sok monstruozitást elkövetni, amit így elkövetnek a magyar kismamákkal, és amivel még egyszer mondom, tulajdonképpen szabotálják az országnak az érdekeit, a nemzetnek az érdekeit, illetve minimum a Fidesz-KDNP kormány politikáját. Egyelőre ennyi volt, lehet, hogy holnapra is marad még valami, nem tudom, mit hagytam ki, most már fáradt vagyok, viszlát.